Nagyon sok szeretettel köszöntöm közönségünket, és azokat, akik online követik a mai rendezvényünket. Október elején jelent meg Gerő András, Széchenyi díjas történész, a Habsburg Történeti Intézet igazgatójának legújabb könyve, Liberális látószög címmel, ahogy itt is látható. Gerő András tanulmány kötete a klasszikus liberalizmus eszmerendszerét, illetve a szerző ehhez való szubjektív vonzódását mutatja be az olvasóknak. A kötet négy jelentős témakörre tagolódik. Az első a liberalizmus eszme történetével, a második egyfajta portrékat vázol, és hozzájuk való liberális kapcsolódásukat. A harmadik részben Budapest fővárosról van szó, ennek identitásáról, jövőjéről és a liberális szellemben történő fejlődéséről. Az utolsó fejezetben Gerő András pedig jelenkori eseményeket vizsgál, így például a koronavírus járvány hazai hatásait, illetve ütközteti a mai amerikai normákat az általa vallott értékekkel. A mai rendezvényünkön a szerzővel Erdődi Gábor történész, az ELTE professzor emeritusza, Fodor Gábor jogász, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, és Török András művelődéstörténész, a Summa Artium kuratóriumi elnöke beszélgetnek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket is. Első kérdésem... Első kérdésem a szerzőhöz szólna. Gerő András tulajdonképpen ezt a liberális látószög címet mi alapján választotta, hogy ez tulajdonképpen mit akar? Én tehát azért választottam ezt, noha volt, aki opponálta, és azt a javaslatot tette, hogy nem jó ez a liberális látószög, ezzel szemben jobb lenne a liberális látószöggel cím, de én mégis ehhez ragaszkodtam, azért, mert itt azért olyan tanulmányokról van szó, amelyiknek vagy tárgya a liberalizmus, nevezetesen a klasszikus liberalizmus, továbbiakban a liberalizmus szó alatt én a klasszikus liberalizmust értem az egyszerűség kedvéért, mert nagyon sokfajta liberalizmus van, és én ez alatt a szó alatt a klasszikust értem, illetve olyan írások, amik egyfajta liberális látószög mentén értelmezik az adott jelenséget. Hadd mondjak egy példát mind a kettőre. Tehát van ebbe egy viszonylag hosszabb tanulmánya tekintetben, hogy a magyar klasszikus liberalizmusnak mi volt a magyar nemzetteremtéshez, és nem csak a nemzetteremtéshez, a hozzáadott értéke, annyira, hogy nélkülem létre se jöhetett volna a modern magyar nemzet. Ez például egy kifejezetten egy liberális témának a feldolgozása. De a látószög például ott érvényesül, amire a Betty utalt, hogy mondjuk azzal a progresszív liberalizmussal, amivel szemben állást foglalok, amit Amerikában ma nagyon is divatos, az például egy liberális látószögből íródott, mert ami magát ma annak vallja, azt én a klasszikus liberalizmussal ellentétesnek tekintem. Mondok egy példát, hogy egyszerűbb legyen. Tehát amikor mondjuk a klasszikus liberalizmus eredendően a szólás szabadságot védte, egyébként a magyar és angol névben is így szerepel a szólás szabadsága, addig ma a mai amerikai progresszív liberalizmus a hallgató szabadságát védi. Tehát, hogyha én megsértem az ő érzékenységét, akkor én nem mondhatom azt, amit mondani akarok. Vagy ugyanígy, mondjuk a klasszikus liberalizmus alapvetően normatíve egy meritokratikus elvre épült, tehát a érdem, kiválóság mentén, a mai progresszív liberalizmus pedig az equity és a reprezentativitás elvére épült, tehát mondjuk, ha megnézi az ember a kanadai kormányt, akkor legyen benne őslakos, homoszexuális,
transznemű, és a többi, és a többi. És ez, ez szembe megy mondjuk azzal az értékvilággal. Tehát azért mondom, hogy egyszerre ezért jött ez a cím, egyszerre a klasszikus liberalizmusról szól, és egyszerre a látószögről, aminek alapján én ezeket megítélem. Köszönöm. Szeretnék-e hozzászólni, mondjuk elsőnek Fodor úr? Én tulajdonképpen azzal folytatnám, na hát azzal kezdem, egy fordulattal, ravaszulattal kezdem, hogy mi az Andrással sok helyen szoktunk szerepelni, például szerepeltünk egy időben, rendszeresen egy nagyon kiváló műsorban a Hír TV-ben, aminek az volt a cím, hogy Párbaj, bár csörteként indult. Nagyon jó műsor volt, nagy fájdalmunkra megszüntették, mert kevés ilyen műsor van ma Magyarországon, ahol a különböző politikai oldalak tényleg mindenféle korlátozás nélkül és normálisan elmondhatják a véleményüket. Értelmes vita van, nem ordítozás, nem az a cél, hogy örjöngjenek, összevesszenek a felek, hanem ne adj Isten, talán még valami közöset is találjanak. Na szóval ez egy ilyen érdekes műsor volt, és az Andrásnak volt egy szokás ebben a műsorban, hogy föltettek egy kérdést, akkor mondta, hogy hát igen, az érdekes, de én most másról szeretnék beszélni. És akkor nekem most ez jutott eszembe, ne haragudjon a kérdéséről, hogy tulajdonképpen picit olyan értelemben másról szeretnék beszélni, hogy most hallgattam az Andrást, és hogy elnéztem, arra gondoltam, hogy ezt elmondom önöknek, még hogyha egy kicsit formabontó akkor is, méghozzá azt, hogy miért is szeretem én az Andrást valójában, sok mindenért persze, de többek között azért, ahogy itt beszélt, én természetesen majd aztán itt ki fog derülni abban, amiről beszélünk, hogy hát én is elkötelezett liberális vagyok, és nagyon egyetértek egy csomó dolog, amit az Andris leírt. Most, amiről elkezdett beszélni erről különösen, majd még erről nyilván fogunk beszélni, hogy éppen most jelen pillanatban a világban a liberális gondolkodás hol tart, vagy mit neveznek annak, meg szerintünk mi az, mert ugye csomó dologban egyetértünk az Andrással. De ahogy beszélt is, az jutott eszembe, hogy az Andrásban van egy csibészség, az az igazság. Tehát a csibészség ebben a műsorbeli viselkedésében is megjelent, és máshol is, és van benne egy szellemi csibészség is szerintem. És igazából ezt a könyvet, ahogy én olvastam, számomra ez volt az egyik legérdekesebb dolog, hogy az András olyan bátran, és sokszor gátlástanul kalandozik különböző mezőkre, és ezzel hihetetlen érdekes dolgokat alkot. Tehát én azért is szeretem őt, mert nagyon kreatív, nagyon érdekes, olyan látószöge van, nem csak a liberális látószög, hanem egyébként is, ami szokatlan. Tehát olyan dolgokat hoz össze, olyan dolgokra virágít rá, amely összefüggéseket talán az ember úgy magától, vagy hogyha szigorúan a kánonokban maradnánk, a liberális, konzervatív, szocialista kánonban, vagy a hagyományos történészi kánonokban nem is biztos, hogy annyira észrevennénk. Tehát ő olyan szabadon, és ahogy mondtam előbb, olyan csibész módon kalandozik a különböző területek között, hogy ezáltal tud ilyen nagyon kreatív lenni. És akkor, hogyha megengedik, akkor azzal folytatnám, hogy én, amit most itt az András mondott, ugye rögtön belevágva ebbe, hogy a modern liberalizmus hol tart, és miért liberális látószög ennek a könyvnek a címe. Én ezt egy nagyon-nagyon hasznos írásnak tartom, vagy hát írás, hát ugye különböző tanulmányok vannak benne, amelyeknek időbeli megjelenése is különböző, tehát sok mindent már évekkel ezelőtt, sőt, még korábban lehetett olvasni, ami itt összegyűjtésre került. De én ezzel együtt azért tartom nagyon fontosnak, mert ma a világban egy káosz van a liberális gondolat körül. Káosz arra vonatkozóan, hogy mit tekintünk annak. Ugye ennek többek között az az egyik folyamánya, hogy egy zárójeles megjegyzést tegyek, hogy az Egyesült Államokban azért a liberális gondolatnak a baloldali gondolatot nevezik. Tehát a demokrata párt, hogy most megint leegyszerűsítsük, amit gondol ma az Egyesült Államokban, az a hagyományos európai értelemben baloldali, ott liberálisnak hívják, ezért Európában a kevésbé képzett politikusok, újságírók, közéleti emberek sokszor liberálisnak nevezik azt, ami egyébként baloldali. Szóval a liberális kiindulópont ezért szerintem tisztázásra szorul, és a szabadság fundamentuma, ami megjelenik az András gondolkodásában és tanulmányaiban, és mindig azt írja körbe, hogy miért áll a szabadság pártján a különböző ügyekben, amiről te most beszéltél például, ugye a meritokráciával szembeállított
különböző alapon előnyöknek a juttatása, ugye a tehetség alapú kiválasztása szemben, és sok minden más mondhatnánk, ugye ami a könyvedben is és a tanulmányaidban is megjelenik, ezek mind-mind a szabadságnak az alátámasztására és a szabadság melletti hitvallást jelentik. És ezért én ezt nagyon lényegesnek tartom, mert van tisztázandó e tekintetben. Tehát ebben a káoszban, ami körbeveszi ma a modern liberalizmust, abban szerintem nagyon is segít az Andrásnak a könyve, hogy egy kicsit tisztában lássunk, és lássuk a fényt az alagút végén. Szép pont. Erdődi úrnak átadnám a szót. Igen. Magam részéről is teljes egyetértéssel hangsúlyoznám, hogy hihetetlen fontosnak tartom ezt a könyvet. Azért, mert valójában tisztázó erejű az üzenete a liberalizmus körül kialakult, nagyon ellentmondásos és nem feltétlenül a liberalizmus számára kedvező körülmények között. Minden tanulmányával, minden sorával egyet tudok érteni, talán azért is, mert ahogy kezembe veszem, reflexzerűen jut eszembe, hogy közösek eszmei gyökereink, szabad tanítványok vagyunk, kezdtük el együtt, és az az üzenet, amit ő történészként, egyetemi tanárként megfogalmazott, ez úgy él, és ez itt ebben kibontakozik. Én azt a gondolatot, erről reggelig egy ember tudna beszélni, annyi gondolat van benne, és annyi fontos üzenet. Én azzal arra koncentrálnék, hogy a liberalizmus nagyon sokféle, András is hangsúlyozza, a sokfülűsége. Egy liberális gondolkodó munkájában, életműjében is nagyon sokféle hangsúly, nagyon sokféle tézis áll össze, de különösen a különböző nemzetek, különböző régiók által megfogalmazott liberalizmusok adják ezt a sokszínűséget. Csak egy példát hagy mondjak, ott a német 19. század. Hát elképesztő mennyi, szinte egymásnak ellentmondó elem él egymás mellett. A rajnamenti, amely a legpolgáribb, ott a porosz, ott az elbántúli, ott van a délnémet, de van egy közös mag, ami itt is végighúzódik. A szabadság áll a középpontban. Tehát van az a mag, amely egy olyan kohéziós erő, amely a regionális, időbeli variánsok sokféleségében is a közös nevezőt megadja. Ez a legkülönbözőbb értelmezésekben is megmutatkozik. Azért is nagyon fontos, amire történt már utalás, hogy nagyon nagy lehet, hogy itt a klasszikus liberalizmus kifejezését használja, hiszen annyi mindent értenek ez alatt, és mind annyira sokszínű, de a klasszikus liberalizmus, amely a magyar nemzetfejlődésében, a polgári magyar nemzetalkotás folyamatában meghatározó, történelmi horderejű, ennek a sokszínű bemutatása is ebben a kötetben tetten érhető, hiszen én történészként rettenetesen nehezen élem meg, amikor jó, a közbeszéd mindig leegyszerűsít, a közbeszéd nem akadémiai vita, de amilyen gyűlölettel akár a szomszédom tud a liberalizmusról úgy általában beszélni, olyan, mintha a szívemben a tört forgatnák. Persze, mikor megkérdezem, hogy miért, akkor hát azért, mert azt mondják, hogy olvasott már egyetlen liberális szerzőtől. Olvasott Ötvöst, olvasott Deákot, olvasott valakit. Nem, de hát, stb. Na most itt ez nagyon fontos, hogy nevén kell nevezni a dolgokat. 19. század, 20. század, angol, francia, német, magyar, vagy akár a mostani amerikai sajátos jelenség. Ha ezeket nevén nevezzük, akkor sokkal inkább eligazodik az a hallgató is, az a közönség is, amely nem feltétlenül történelemből szerzett magának diplomát. És én azt hiszem, hogy ebben az irányban ez egy olyan
mérföldkő és egy olyan előremutató vállalkozás, amelynek én nagyon-nagyon remélem, hogy a áldásos következményeit valamennyien meg fogjuk tapasztalni és meg fogjuk élni. Nagyon szépen köszönöm, Török András. Én egyrészt elmondanám, hogy miért tetszett a könyv egy más szempontból, másrészt egy kérdést intéznék a szerzőhöz. Egy professzorom egyszer azt mondta az egyetemen, mikor arra buzdított, hogy népszerűsítő könyveket írjak, hogy azt mondta András, úgy kell írni, hogy egy érettségizett művezető is megértse, amit írsz. Mert természetesen, mint volt történész hallgató, tudtam, hogy akkor szoktak ilyet mondani, hogyha valami ellen biztatnak. Tehát ezek szerint, amit addig írtam, azt nem értette meg egy érettségizett művezető. Most András könyveit lehet érteni, és nagyon csiszolt és érdekes a nyelvezete. De a kérdésem az, hogy miben változtak a nézeteid a liberalizmusról. Ha jól számolom, akkor már szinte 50 éve ismerlek, és hogy az lehetetlen, hogy ne változott volna semmit a nézetrendszered. Szóval miben? Hát először is azzal kezdeném, nem fogok hosszan válaszolni, mert úgy nem lesz érdekes a beszélgetés, de azzal kezdeném, hogy nekem valójában igazából az egyetemista korom kezdetén merült fel az a kérdés, hogy tulajdonképpen melyik irányba mozduljak el. Ugye történelem oroszra jelentkeztem, utána lehetett először felvenni nappali szakon a szociológiát, és jószerivel az első olyan magyar csoportban voltam, egyetemista csoportban, aki nappali szakon elvégezte a történelem szociológia szakot, és hát úgy fölmerült, hogy milyen keretek között akar gondolkodni az ember. És kétségtelen igaz, hogy intellektuálisan, amire Gábor utalt, a szabadnak volt egy nagyon jelentős hatása. Most nem a politikai pályáról beszélek, hanem a Gábor is arról beszélt, egy nagyon erős nemzeti elkötelezettsége volt a szabadnak, de egy szabadságorientált nemzeti elkötelezettsége. Nem véletlen, hogy ennek a könyvnek a mottójául egy Kossuth, pedig nem rajongok a Kossuthért, különösebben, de egy Kossuth idézetet választottam, ami úgy szól, hogy a szabadságnak nincs többes száma. Ez azért nagyon fontos, mert mindig, amikor elkezdenek, hogy ilyen szabadság, nem, nincs többes számú szabadság, egy osztatlan szabadság van, aminek vannak különféle komponensei. És később ehhez hozzájött egy paradox történet, egy nevezzük így zsidó faktor. Ez úgy jött, hogy a szabad összehozott engem a Komlós Aladárral, aki akkor már nagyon idős ember volt, és akkor beszélgettem a Komlós Aladárral, nem volt egy túl barátságos ember, de egy nagy tudású ember volt, valójában abszolút a polgári radikálisokhoz állt közel, már annak idején a Jászi hívta meg, hogy a Bécsi Magyar Újság szerkesztője legyen még a 20-as években, szóval egy ilyen baloldali ember, de nem kommunista volt, de baloldali volt. És azt mondta nekem, amikor elbeszélget, sok érdekeset mondott, mert mondtam neki, na de a Horthy korszakban is mit csináltak a József Attilával, a Nincsen apám, se anyám című versét, és sose felejtem el, felemelte az ujját, azt mondta, igen, de előbb megjelent. Amikor rájöttem, hogy hoppá, hát akkor itt valahogy másként kell nézni a dolgokat, de ő azt mondta, ami nekem fontos volt, azt mondta, hogy ő írt egy magyar zsidó szellemtörténetet is egyébként, amiben mindegy, számba beszél, hogy a reformkortól a holokausztig, mi volt, nevezzük így a zsidó kontribúció a magyar irodalomhoz. És azt mondta, hogy tudja, azt mondja, mi azt hittük, mondta, hogy a magyarokhoz asszimilálódtunk, de valójában csak Adihoz asszimilálódtunk. És ezen nagyon elgondolkodtam. És valahogy összeállt bennem, hogy ha én zárójelben megjegyzem, mindenkinek asszimilálódnia kell. Tehát függetlenül attól, hogy zsidó vagy nem. Mindenki asszimilálódik, mert tiszta lappal születünk, és mindannyian tanuljunk egy kultúrából ezt, azt, amazt.
De én bennem ez szöget ütött a fejembe, és én azt gondoltam, hogy, és lassan kialakult az, hogy én tulajdonképpen én a, amihez nekem van asszimilációs hajlamom, az a magyar szabadelvűség. Tehát pont az a magyar szabadelvűség, amit Kölcsey, Deák, Ötvös, Kossuth, és más, Deák, azt már mondtam. Tehát más ilyenfajta nevek jelölnek. És ennek van egy második vonala is, meg egy harmadik vonala is, tehát azért itt nem csak ezek a nagy nevek. Egyszerűen jól éreztem magam ezekkel az emberekkel. Ezek halottak. Én nekem halottakkal, tehát az asszimilációs stratégiám az volt, hogy halottakkal beszélgettem. És ez nekem bejött. Ami változott e tekintetben, hogy, és ez nagyjából egészében meg is maradt, ami változott a tekintetben, hogy én akkor, amikor Magyarországon 1990 körül létrejöttek úgymond liberális pártok, nem is volt kérdés számomra, hogy én azokat fogom támogatni. Így aztán az első választásomon én megosztottam a szavazataimat, az egyik szavazatomat a Fideszre, mert ugye kettőt lehet szavazni, a Fideszre adtam, a másodikat az SZDSZ-re. És igen ám, de aztán jött az, hogy a Fidesz levált erről a liberális imidzsről, és maradt az SZDSZ. Az SZDSZ-el meg ugye az volt a bajom, hogy nagyon-nagyon besodródott a szocik mellé, és egyre inkább úgy éreztem, ez az politikai része, hogy hajléktalanná váltam. Tehát politikai hajléktalan vagyok. És ez nagyjából egészében nagyon sok ideje így is van. Tehát a változás, az azt tudom mondani, hogy az gyakorlatilag egyetemista koromba indult meg, azóta az kontinúsan így van. Nevezzük így, a politikai peremfeltételek megváltoztak, de az igazság az, hogyha megkérdezed azt, hogy van-e Magyarországon olyan intellektuális erő, vagy politikai erő, amelyikhez azonosulni tudnék? Azt mondanám, hogy nem. Nagyon köszönöm a válaszodat. Egy nagyon apró kis anekdotát szeretnék elmondani Szabad Györggyel kapcsolatban. Én nem voltam Szabad tanítvány, én Urbán Aladár tekintettem a tanáromnak, a történelem szakom. Nagyszerű tanár volt. Közvetlenül a rendszerváltás körül egy szűkörű vacsorán vettem részt, Palmer nagykövet adott egy vacsorát, nem tudom, hogy kerültem oda, mindenesetre Szabad György is ott volt, és Ferge Zsuzsa mellett ült, és egészen közel voltam, és hallottam, és azt mondja, Gyuri, egyet áruljon el nekem. Azt mondja, hát hogy került maga az MDF-be? Hát magának nem az SZDSZ-ben lenne a helye? És akkor ránézett kicsit, hogy megrovon olyan tanárosan, és azt mondta, hogy elárulom magának, Zsuzsa, hogy miért vagyok az MDF-ben. Az MDF azon ügyködik, hogy demokráciát hozzon Magyarországra, az SZDSZ meg azon vitatkozik 24 órában, hogy miféle demokrácia legyen Magyarországon. Nekem ott a helyen, ahol demokráciát akarnak hozni Magyarországra. Ez egy nagyon szép anekdóta volt azzal a megjegyzéssel. Abszolút igaz, esküszöm, hogy... Igen, biztos, hogy igaz, azzal a megjegyzéssel, hogy én visszakérdeztem volna a Fergétől, hogy ön melyik babőfista párt tagja? Melyik babőfista? Babőfista, az utópista szocializmus. De én nem szóltam bele, én csak hallottam, tehát én nem kérdeztem. A liberalizmusról már nagyon sok szót ejtettünk, de az lenne a kérdésem, hogy látja a szerzőnk, Gerő András, hogy van-e jövője egyáltalán a liberalizmusnak? Én azt gondolom, hogy abban az értelemben van, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és az Európai Unió alapértékvilága az egy liberális, demokratikus világ. Kicsit sok benne a demokrácia nekem, azért én továbbra is ragaszkodnék inkább a striktebb liberális alapelvekhez, ez az általános titkos egyenlő közvetlen választójog, ez nagyon sok problémával jár, de most mindegy, ettől tekintsünk el. De
De ennyiben, ebben az értelemben az Európai Unió az egy klasszikus liberális elvekre épülő képződmény. Megjegyzem, ez igaz a magyar alkotmányra is, tehát én érteni vélem, amikor a magyar miniszterelnök illiberálisnak nevez valamit, de én azt gondolom, hogy ez pontosan azzal szemben való állásfoglalás, amit ez a progresszív liberalizmus jelent, de mindenki úgy érti, hogy tulajdonképpen nem liberális. De tök mindegy, hogy a miniszterelnök egyébként személyében milyen. A magyar alkotmány, eltekintve a teljesen értelmezhetetlen előbeszédjétől, azt ők nemzeti hitvallásnak hívják, mert jogilag semmi relevanciája nincsen. Ilyenek vannak benne, hogy minden magyar felelős, minden magyar, én nem tudok vele mit kezdeni. Miért felelek én egy homlói csecsemőgyilkosért, meg szóval egyáltalán. De mindegy, nem, ezzel nem is foglalkoznék. De mindaz, amit az alkotmány tételesen rögzít, az mind a klasszikus liberalizmusról épül. Szólásszabadság, gyülekezési szabadság is. Másfelől azt gondolom, hogy mint ahogy Magyarországon is, úgy Európában is, a liberalizmus, pontosabban a szabadság ugye, az egy befejezhetetlen feladat. Tehát nem gondolom azt, hogy egyszer megvan, aztán jó, hanem úgy gondolom, hogy minden nap, napi szinten meg kell érte küzdeni, mert mindig vannak olyanok, akik csonkítani akarják. Ilyen érdekből, olyan érdekből. Tehát én a liberalizmust egy nagyon életképes jelenségnek látom, az másfelől viszont azért, mert a rendszerek lettek liberálisak, ez betett a liberális pártoknak. Mert ha az egész rendszer liberális, akkor miért kell még egy liberális párt is? És jószerivel azt tudom mondani, hogy Magyarországon is ez a helyzet, hogy egy-két kisebb kivételtől eltekintve mindegyik magyar párt elfogadja mondjuk a magyar alkotmányos rendnek ezeket a liberális alaptéziseit. De így van Európában is. Tehát a liberális pártoknak bealkonyult, szerintem, de a liberális rendszereknek és a liberalizmusnak nem. Szeretnél reagálni, Fodor úr? Egy kicsit folytatva azt, amit az András mondott, mert hogy kezdcsinálásként is, hiszen ugye már itt azért a könyvvel egy picit foglalkoztunk, de akkor én azért ehhez, amit most mondál András, a liberalizmus perspektíváihoz picit hagyd tegyek hozzá néhány dolgot, ami a könyvben olvasható. Hogy érdemes felütni a könyvet és elolvasni szerintem ezeket a nagyon érdekes írásokat. Szóval például a könyv vége felé az András, amikor ugye a Pax Americanáról ír, és erről értekezik, hogy az mit is jelent ott, többek között arról beszél, hogy az ő álláspontja most ezekkel, amiket elmondott, ez a konzervatív liberális álláspont, talán most éppen vesztésre áll bizonyos konfliktusokban, hogy mindjárt hivatkozok is néhányra ezek közül, de ki tudja, mit hoz a jövő. Én is azt gondolom, most itt egy zárójeles megjegyzést téve, amit az András mondott, hogy abszolút van perspektívája a liberalizmusnak, természetesen van. Én optimistább vagyok egyébként politikailag is tőled, tehát pártszinten is, de gondolkodásformában, meghatározó politikai eszmerendszerben, politikai keretben teljesen van, és hát nem beszélve arról, hogy nem csak hogy perspektívája van, hanem ráadásul erre épül a világunk, amiben élünk, az alkotmányos rendünk. De azért van perspektívája, mert azok a viták, amelyekre te hivatkozol a tanulmányodban, ezek a viták szerintem ki fogják élezni megint azt a kérdést, hogy és akkor mit gondolunk a szabadságról? Ugye mire utalsz itt például ebben a tanulmányban, amihez kedvet akarok csinálni a hallgatóságnak is, meg a könyvhöz? Szóval például ugye felhozol egy konfliktust az akadémiai szabadság kérdése, tehát a szólásszabadság versus érzékenységi kérdések, tehát hogy ne fogalmazzunk tisztán, világosan, ne beszéljünk bizonyos kérdésekről, mert az másoknak az érzékenységét sérti, hogy még világosabb legyen. Az András hoz egy nagyon jó példát, ha szabad, én ezt elmesélem, amit ugye a könyvben olvastam, azt én nem is mesélted nekem, csak ugye a könyvben olvastam ezt,
hogy amikor 2014-ben Floridában tanított, akkor pont egy konferencián vett részt, ahol a holokauszt volt a téma, Közép-Európa a holokauszt, és azért, hogy a hallgatóságnak plasztikusabbá, közelebbévé és érthetőbbé tegye a kérdést, aztán az előadása végén hozott egy képet, amelyen egy hölgy volt látható, ha jól értettem, amit lehet, egy magyar hölgy, egyébként a békeidőkben, ahogy írod, tehát nyilvánvalóan a háború előtt, majd amikor megtörtént ugye a haláltáboroknak a felszabadítása, utána a hölgy még életben volt, gondolom Auschwitzban vagy valamelyik táborban, és az a kép, amit akkor készítettek róla, nyilvánvalóan sokkoló lehetett. De hát ez hozzátartozik az életünkhöz. Az András azt mondja, hogy ugye zsivaj, tiltakozás a hallgatóság részéről. Tiltakozás, mondván többen tiltakoztak, hogy merészeli ezt az András, szóba hozni ezt, ezt a képet levetíteni, megmutatni, mert sokaknak az érzékenységét sértheti. Ugye írja, hogy utána beszéltek is ott többekkel, a konferencia szervezői közé, és mondták, hogy hát ez bizony meredek volt, majd mondták az Andrásnak, hogy milyen jó, hogy ő külföldi, és ezzel megúszta ezt a dolgot, mert azáltal, hogy külföldi, talán nem lesz retorziója annak, hogy egy ilyen kérdést előhozott. No, tehát a példa arról szól, amiről a tanulmány is, és amire ugye itt hivatkoztam, hogy abszolút van perspektívája a liberalizmusnak. Szóval az, hogy azt, tehát ez egy nagyon fontos hagyománya a világunknak. Nem fog előre menni a világ. Nem leszünk se gondolatilag, se érzelmileg gazdagabbak, hogyha nincs szabadság. Erre oly sokan hivatkoztak, Bibó is gyönyörűen megfogalmazta ezt a gondolatot, hogy minden értelmes dolog, minden előrevívő dolog az a szabadságon alapul. Hát akkor tud köztünk lenni vita, akkor tud értelmes eszmecsere lenni, akkor tud a tudomány gazdagodni, akkor jönnek a felfedezések, hogyha ideológiai korlátok nincsenek. Hogyha valóban szabadon tudunk gondolkodni, ha szabadon tudunk kutatni, ha szabadon tudunk előre menni, hogyha megvan bennünk a merészség, a perspektíva. Hogyha mindez ideológiailag korlátozott, például azért, ami ugye mostanában tapasztal, amivel szemben ugye az András itt állást foglalt, hogy nekem figyelnem kell másoknak az érzékenységére, mert esetleg megbánthatja őket ez a kép. Ezáltal ne beszéljünk erről a kérdésről, nem mutassuk meg a holokausznak a sokkoló mi voltát, mert esetleg másoknak sérti az érzékenységét. Ez vajon a szabadság? Ez a tudományos szabadság? Ez a történészi szabadság? Nyilvánvaló, hogy nem. Tehát szerintem a liberalizmus felértékelődik. A liberális gondolat bizony fel fog értékelődni, mert ma megint veszélyeztetik a szabadságot sokan. Egyre több helyről. Az most más kérdés, hogy politikai, én azt látom, hogy ennek főleg baloldali jellege van az utóbbi időben, különböző érdekességek miatt, de ez egy alkérdés. Tehát egyre több veszélyeztetője van a szabadságnak, és bizony ahhoz, hogy a világunk azon normális keretek között menjen, amelyekhez ragaszkodunk, megszoktuk, nem csak mi talán, akik itt ülünk, hanem oly sokan, milliók, százmilliók, milliárdok szerte a világban, ahhoz bizony a szabadságot újra meg kell védeni, és újra ki kell állni mellette. Erdőd jön. Átadnám a szót. Én közben azon elmélkedem, ahogy hallgatjuk egymást, hogy milyen érdekes a világ és a történelem. Ezek szerint a rendszerváltáskor mi ugyan három különböző pártszerveződéshez kapcsolódtunk, de mégis megvolt a közös világnézetünk. És ez volt a liberalizmus. Ugye én nagyon röviden magamról akarok beszélni, de hát én a MDF-en belül a Nemzeti Liberális Irányzathoz tartoztam, és sokáig mániákusan próbáltam abban az irányba hatni, hogy egy liberális koncentrációt hozzunk létre. Utólag lehet, hogy ez nagy illúzió volt, de próbálkoztam még a 91-es választás első fordulója után is. Mert olyan történelmi példák is voltak előttem, amelyek egy liberális koncentráció jól működő eredményességét mutatja. Például Batthyány Lajos vezette első független felelős minisztérium. Különböző liberális irányzatok egy kormányban, egy irányban, egy rendszerváltoztatás végrehajtva, de zárójelbe zár az én kedvenc egyik témám, ugye a belga fejlődés, ott is egy Charles Rozier nevű miniszterelnök egy liberális koncentrációt hajt létre. Tehát történelmileg van ennek múltja, van ennek tradíciója, én nagyon remélem, hogy van jövője is. Nekünk nem jött össze 90 táján, de hát ha majd a későbbiekben. Mert az első kérdésre visszatérve, van-e esély, milyen reménye, esélye van a liberalizmusnak?
Én azt gondolom, hogy bárhogy fogják hívni, és bármilyen előjeleket fognak tenni, csak egynek van esélye, hiszen ez beszél a szabadságról. Ahogy Petőfiről András a kötetben írja, azért szimpatizál, mert mindenkinek adni akar, és senkitől nem vesz el. Hát nagyon progresszív, más politikai irányzatok is nagyon szép gondot fogalmaztak meg, de nagyon sokban benne van az, hogy megszorít más irányba, diszkriminatív. A liberalizmus nem. Az nem zár ki. Nem diszkriminál. Viszont abba az irányba megy, amely egy nagyon széles együttműködésnek az esélye. Visszaringatom magam az illúziókba talán. Hiszen, ahogy András is mondta, szinte minden pártban, amelyek működnek, liberális alapértékek érvényesülnek. És én egy dologra szeretnék még nagyon nagy hangsúlyt tenni. A liberális, modern, vagy klasszikus 10. századi politikai filozófia az olyan értékeket állít a középpontba, hogy a korai kereszténység üzenete, szabadság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlőnek születünk elv, az egyenlőség iránya. Tulajdonképpen a liberalizmus az én értelmezésemben nem más, mint a korai kereszténység szekularizált megjelenése. Most ilyen értelemben pedig az én olvasatomban legalábbis megnyilvánul az, hogy a legjelentősebb tömegpártokat nem mondanék, de néppártokban is, hát ott vannak a liberális modellek. A legkedvesebb példám erre a keresztény demokrácia. A CDU-nak, ugye az ÖVP-nak a alkotmányában benne van, hogy az egyik alkotó alapeleme a liberális. És az általam, amire utaltam, annak idején a gyakorlatban is képviselt nézetemben is, ez benne van, hát Antal József is úgy definiálta saját irányt, a liberális keresztény demokrácia. Ennek van véleményem szerint jövője, mert a szabadságot, a kereszténységet egy olyan tömegpártban, néppártban tudja egyesíteni, amely nagyon sokak számára kiutat, jövőt mutat, és egy nagyon fontos perspektívát vázol fel. Én pessimistán vagyok abban a tekintetben, hogy a liberalizmusnak ebben a régióban van-e jövője, abban viszont biztos vagyok, hogy Budapestnek van jövője, és a könyv kiemelkedő részének tekintem a két Budapest tanulmányt. Az egyik Budapestről és Bécsről szól, az egy régebbi írás, talán 15 évvel ezelőtti írás, ahol a két nagy metropolis kialakulásának drámai ellentéteit mutatja be, hogy Bécs birodalmi főváros, Budapest viszont egy friss alkotás. És egészen a jövőbe tekintve a második írás, az viszont azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne Budapest még nagyobb, még fontosabb, regionálisan centrális nagyváros. És számtalan statisztikai mérőszámban mutatja azt be, hogy pillanatnyilag nem centruma a régiónak, de lehetne. Tehát, hogy versenyben van azért, és egy nagyon szép záró mondata van. Ezt most gyorsan meg is keresem. Ami egy igazából egy biztatás Budapestnek. Azt mondja, Budapest esetében egyértelműen a maximalizmus az egyetlen járható és hiteles út. És ez nagyon logikusan következik az egész cikkből. Ezzel kapcsolatban megint egy kérdésem lenne, hogy úgy érzem, hogy te rendkívül sikeres történész vagy, egy intézményt vezetsz, amit a legkülönfélébb színezetű kormányok támogattak eddig, és gondolom ez már így is fog maradni. Egyik könyved jelenik meg a másik után, és nagyon szeretsz javaslatokat tenni, ilyen közpolitikai javaslatokat. Tehát miért vagy te sikeres történész és sikertelen javaslattevő? Miért nem hallgatnak rád, mikor azt mondod, hogy állítsanak Ferenc Józsefnek szobrot? Nem állítanak. Akkor írtál egy nagyon érdekes cikket arról, ezt hangsúlyoztat, hogy nem te találtad ki, de fölkaroltad, hogy
hogy legyen a hivatalos magyar zászló a Lukas zászló, mert akkor minden olimpián, ha fölhúzzák, akkor úgy elmondanák, hogy hú, ez a magyar zászló, mégpedig azért, mert az 56-os fordulom, stb. Tehát miért vagy sikeres szinte mindenben, kivéve abban, hogy rád hallgasson a város, az ország, Európa, a világ? Nagyon jó kérdés, András, de az igazság az, hogy szóval... Sikeres vagy ebben is. Ne, azt akarom mondani, hogy szóval itt is van egy mérlegem, de vannak benne pozitívumok, meg negatívumok. Jellemző módon te csak a negatívumokat mondtad. De azért én azt tudom mondani, hogy például annak idején sikerült elérni azt, hogy ott, ahol a Deák Ferenc meghalt, mert ugye a Szél Kálmánéknál lakott, és az az épület, az ma már nem létezik, de jószerivel ott a jogi karral szemben nagyjából... Van egy emléktábla. Egy ilyen kettős emléktábla. Így van. Természetesen, mert olyan szerény vagyok, mint az Ibolya, de senki nem írta ki, hogy de hát a Gerő Andrásnak ehhez köze volt, de az, hogy ott van az emléktábla, az például... Vagy szemben a CEU-val van egy általános iskola. A Kossuthban, hol részik. Így van, és akkor emlékszem, megkerestem valami, nem tudom, ki volt akkor, változnak ezek a pénzügyminiszterek, és akkor megkerestem, hogy hát itt lakott a Kos, egyébként megnéztem a földrajzszertár, amiben a Kossuth lakott, de ez most mindegy, de és akkor hogy tegyenek ki egy emléktáblát, hogy hát amikor ment a Batthyány kormány ülése, minden abból az épületből ment pénzügyminiszterként oda. Tehát azért vannak ilyen kis sikereim. Akkor tévedtem. Nem. Gazdagítani a sikerlistát, nem csak ahonnan elindultak a kormányülésre, hanem ahol a kormányülés volt, ugye, a Kossuth-Lajos utca sarok. Van egy emléktábla, hogy itt ülésezett a Batthyány kormány. Az nem az én érdemem. Hát, az nem az én érdemem. Nem, tehát voltak ilyen kisebb sikereim. Kétségtelen az, hogy a magyar nemzeti zászló változzon meg, az nem sikerült. De ez lehet, hogy túl nagy szabású volt. Nem sikerült azt se, őszintén megmondom, amit máig nem értek, hogy miért nem csinálták meg, hogy Magyarországon vannak bevett vallások. Ez egy törvényi kategória. És akkor emlékszem, azt javasoltam, hogy... Ugye vannak ezek a keresztény ünnepek, amik állami ünnepek. De hogy a nem keresztény vallásoknál is legalább a fő ünnep legyen opcionálisan kivehető munkaszüneti nap azoknak, akik bevállalják, hogy ehhez az egyházhoz tartoznak. Az érdekes az, hogy még azok se fogadták kedvezően, akiket érintett volna, nevezetesen a krisnások például. De nem is értem. A zsidókról nem is beszél. Tehát persze ilyenek nem mentek, hát de volt, ami átment. Tehát a siker egyenleg az nem tudom százalékba kifejezni, de azért van sporadikusan, de nem teljes. Akkor még egy, mondanék egy nehezen és egy könnyebben átvihető dolgot, hát ha fölkarolod ezeket a dolgokat, olyan gyakorlatod van benne. Az egyik, hogy amikor a 2011-es nagy szobor visszaállítási kampány indult a Kossuth téren, akkor azt vártam, hogy majd a millennium emlékműre is visszakerül az öt Habsburg, ugye néhány meg is van köztük, így van, csak nem akartam halmozni, hanem nem sikerült a dolgaidat, de akkor most, tehát nem azt javaslom, hogy ismét feküdj neki ennek a nehéz kérdésnek, hanem amikor 200 éve közeledett a Liszt bicentenárium, ugye jól tudjuk, hogy 1811-ben született, 10-ben megkerestem a Liszt Múzeum igazgatóját, vagy talán egy hölgy volt akkor, és azt javasoltam, hogy a
Kisföld alatti megállóját a Vörösmarty utcáról nevezik át Liszt Múzeum megállóhelyé. Ugye a turistákat amúgy is összezavarja a Vörösmarty tér, Vörösmarty utca, hol kell leszállni. Senki nem tudja, hogy hol van a Liszt Múzeum, ugye azt se tudják, hogy ez magyar volt. Ugye ő is gyakran mondta, hogy ő magyar, általában franciául. Hogyha azt átneveznék, akkor ez egy win-win dolog lenne, mert a Liszt is publicitáshoz jutna, és a szegény turistákat se zavarnák össze. De András, ebben annyira igazad. Én nem, az egész, nézd, ez a magyar világ egyik rejtélye. Tehát én azt tudom mondani, hogy a magyar hülyesség, tehát ahogy van nemzeti erény, meg mit tudom én, van nemzeti hülyesség is, tehát ami úgy rögzült, és úgy itt van velünk. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy azt nem lehetett, ebben a könyvben is benne van, egy Tisza Kálmáról szóló írás. Azt nem lehetett elérni, hogy azt, ahol a Tisza Kálmán lakott, ez a mai Bródi Sándor utca 14, egy sarokház. Ez az övék volt, a Degenfeld családé volt. Hogy ott egy emléktábla legyen. Ma valami cégnek van ott emléktáblája, hogy itt volt a nem tudom milyen. Egyszerűen majd 15 évig volt magyar miniszterelnök. Elképesztő, mennyit tette az ország dolgaiért. Nem sikerült elérni. És az az igazság, hogyha az ember úgy találkozik ezzel a magyar hülyességgel, hogy úgy megnézi, hogy milyen önkormányzat ilyen, mert ezekre önkormányzatoknak is van módjuk dönteni. Na de hát nem tudom, hogy még állami igazgatási emberként volt-e dolgod önkormányzati emberekkel. Igen. Na, szóval ezért mondom, tehát ezek hihetetlenül szűk látókörű megoldásokba tudnak gondolkodni. Hát el van ezzel az ember. Mondd ezt, azt, aztán vagy történik valami, vagy nem. Köszönöm Andrásnak, hogy ráterelte a szót a Budapest témára is. Ugyanis ez a könyvnek egy nagyon markáns fejezete, és nagyon értékesek tényleg szerintem ezek az írások. Tulajdonképpen azt szeretném kihangsúlyozni ezzel, hogy az osztrák-magyar monarchia liberalizmus liberalizmussal összekötődően Budapest egyik nagyon fontos felhajtó ereje volt, és hogy az osztrák-magyar monarchia világában ez a liberalizmus mit fejezett ki pontosan? Mi vezetett Budapest, Nagy Budapest létrejöttéhez? Mert hogy először is Budapest, és később Nagy Budapest létrejöttéhez. Először Andráshoz intéznem a szót, hiszen tudom, hogy ez az egyik kedvenc témája. Egész fiatal koromban egyszer Gerő Andrástól hallottam azt a Andrássy Gyulának tulajdonított mondást, bár nem sikerült megtalálnom az egész pontos helyet, ahol ezt mondtam, melyik beszédében mondhatta, hogy amikor miniszterelnök lett, akkor kijelentette, hogy az új Magyarországnak olyan új jelentős fővárost fogunk építeni, aminek nem lesz riválisa se északon, se keleten, se délen. Mondta kicsit hamiskásan, ugye a nyugatot valahogy úgy kifelejtette ebből a felsorolásból, mert ugye Bécs nagyon is riválisa volt, ma is erős riválisa Budapestnek. És ugye ahhoz, hogy az egyesítés az küszöbben állt, de nyilvánvaló volt, hogyha a három addigi önkormányzatot eleve összegyúrni is nehéznek ígérkezett, de akkor egészen a város működtetése az teljesen le fog foglalni, és ezért jó előre létrehozta a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, amely a nagyszabású városfejlesztési ügyek felelősének ígérkezett. És ez Andrásnak az egyik kedvenc témája, és valóban is ez egyik sikerrecept. Ugye 1920-as években aztán csökkent a befolyása a főváros elvett bizonyos hatáskörök, és 1948-ban meg is szűnt. Tehát tulajdonképpen Andrássy előrelátása volt az egyik faktor. Hát aztán itt volt a hatalmas népességrobbanás, itt volt a
Lánchíd és aztán a Margit híd hatása, aztán a későbbi többi híd. Egyébként a Lánchídról írtam egy pici kis könyvet, és amikor azba belenéztem, az döbbenetes, hogy micsoda hatalmas változás hozott a Lánchíd, hogy eredetileg a hídpénzért cserébe 87 évig kellett volna a hídpénzt fizetni, de aztán kivásárolta tulajdonképpen a magyar állam azt a részvénytársaságot, mert volt benne egy klauzula, hogy mindaddig, amíg a szerződést fennáll, addig jó messzire nem lehetett északra vagy délre hidat építeni, és ugyan Margit hidat már meg akarta építeni. Tehát, hogy igazából 21 év alatt megtérült a híd teljes építési költsége a kamatokkal együtt, és akkor tehát annyira meggyorsította tulajdonképpen részben a híd ezt a dolgot. De hát számtalan aspektusa volt, azt írja a tanulmányában András, hogy tulajdonképpen Budapest létrehozása az a magyar liberalizmusnak és tulajdonképpen a magyar nemzetnek az egyik legnagyobb alkotása. És ez a mai napig is így van, és aztán nagyon sok példán keresztül bemutatja a tanulmányában, hogy micsoda megrázkódtatáson keresztül mennyire újjá tudott születni. És ez tulajdonképpen a mai napig is így van. Budapest számomra a rendszerváltás után még mindig olyan, mint egy ilyen rugó, amit rettenetesen sok ideig összepréselve tartottak, és elengedték. És tulajdonképpen ez az energia, ez a mai napig hat, ez a felszabadult új energia, és meg vagyok döbbenve, hogy fiatal vállalkozók újabb és újabb csoportjai újabb és újabb vállalkozásokat indítanak, új éttermeket nyitnak hétről hétre. Hisznek az emberek Budapestben. De a legeslegeredetibb ötlete a csak Budapestről szóló viszonylag friss tanulmányában a Budapest vallással kapcsolatos, ami teljesen, én részt vettem egy ilyen kisebb munkacsapatban, ahol ezt segítettünk neki ezt megírni, de ez teljesen az ő ötlete volt, tehát ez nem hozott anyag volt. Azt mondja, hogy tulajdonképpen némileg mesterségesen létre kéne hozni, vagy noszogatni kellene egy ilyen mozgalmat Budapesten, ami a vallás vagy valláshoz hasonlatos dolog. Tehát a Budapestben való hitet, azt nem csak várni kéne, hogy az emberek jobban higgyenek a városukban, hanem létre kéne hozni főtemplommal, azaz városházával és egy csomó más dologgal együtt. Úgyhogy meg is kérdezem, András, hogy áll ez a dolog, hogy amióta ugye ezt akkor dolgoztunk ezen a íráson, mielőtt a budapesti fülkeforradalom lezajlott volna, és hogy most is érvényesnek tartod-e ezt a gondolatodat, hogy áll ez a dolog? Egyébként ennek a gondolatnak a szülőhelye, amikor ez tulajdonképpen New Yorkban volt, mert rájöttem arra, hogy New Yorkot megcsinálták. Már úgy értem, hogy persze ez egy hihetetlen város, na de ezzel az egész image dolog, hogy Big Apple, tehát egy nagy alma, közben nem is olyan, mint egy alma. Az egész, semmi köze az almához. Meg ezt lehetett vizualizálni, ugye, egy alma, meg minden, meg tele volt a város ilyen I Love New York t-shirtökkel, meg különféle variációkban. És ugye az eszembe jutott, hogy na de hát Budapest miért nem tud ilyet, meg rövidre zárva a választ, és természetesen senkit nem érdekel. Tehát ez is a nagyszámú, ha kudarcként fognám fel, akkor a nagyszámú kudarc egyik része. Ezt is sose értettem, hogy vannak a városnak vezetői, abból élnek, hogy van Budapest. Ezért kapják a fizetésüket. És nem érdekli őket. És ez sose. Tehát most komolyan, ha én a feleségemnek azt mondanám, hogy nem érdekel, kirúgna. Tehát hogy gondolhatja egy főpolgármester, hogy úgy csinál, mintha nem érdekelné, hogy miért nem rúgják ki? Ugye, ez csak egy családi párhuzam volt, tehát nem akarom túl feszíteni a dolgot. De és ez nem egy pártra vonatkozik mostan, ez úgy általában. Ez így igaz. A Budapest vezetését abszolút nem érdekli az, hogy ennek a városnak
legyen egy olyan fajta spiritualitása, mert ez a másik lába ennek, ami nélkül szerintem sem az emberi élet nem lehetséges, de egy település sem lehetséges nélkül. Mivel úgy látom, hogy lejárt az időnk, így mindenkinek még egy utolsó gondolat erejéig megadnám a lehetőséget, hogy erre reagáljon először akkor Fodor úrnak. Tartani fogom magam ahhoz, hogy amit az elején mondtam a műsorunkkal kapcsolatban, hogy talán nem is erre reagálnék akkor feltétlenül, hanem akkor azt mondanám, hogy továbbra is kezdcsinálásként a könyvhöz, hogy egyébként tényleg így van, amit a Török Andrés is mondta, a budapesti rész is nagyon érdekes, nagyon izgalmas, színvonalas, nekem is egy csomó csemegét jelentett ez a Bécs-Budapest tanulmány, és ezek a mostani friss ötletek is nagyon jók, szerintem nagyon kreatívak, tényleg nagyon szuper, nagyon klasszak ezek a történelmi életrajzok is benne, tehát nagyon jó írások. Azt szaporítanám azzal, hogy azért csak zárójelbe felhívnám a figyelmet, hogy a Covidról is írt egyet az András, hogy sláger témákat megemlítsünk. És az meg azért különleges és érdekes, hogy ezt azért még pár mondat erejéig szóba hozzam, mert azon túlmenően, hogy ugye háborúként apostrofálja a koronavírus járványt, és erről van egy nagyon érdekes eszmefuttatás, és szerinte ez miért háború, azon túlmenően utána pedig fölteszi ugye azt a kérdést, hogy de hogy lehet, hogy ez a háborús helyzet minket, magyarokat különösen rosszul érintett. Tehát ilyen rosszak voltak az adataink, a halálozási adataink, sok minden más, és akkor erre tesz egy kísérletet, ennek egyfajta magyarázatot adjon, többek között azzal, hogy milyen állapotban van egyébként a magyar népesség. És itt rendkívül érdekes dolgokat ír le az András. Szintén egy liberális látószögből, ha úgy tetszik. Beszél arról, hogy milyen felelősségünk van. Tehát ezt azért akartam idehozni ezt a kérdést, mert ugye erről a részéről a liberális gondolatnak nem beszéltünk idáig, hogy milyen felelősségünk van az élet iránt. Milyen felelősségünk van saját magunk iránt. Tehát ez a tanulmány nagyon érdekes kérdéseket tesz fel, amikor az András azt mondja, hogy igen, a magyar társadalmat is szembesíteni kellene azzal, és tennünk kellene azért, hogy érezzük azt, és itt is vannak ötletei, egyébként nagyon jó ötletei vannak szerintem, hogy mit lehetne tenni azért, hogy hát miért van az, hogy mi ezekben a statisztikai mutatókban, például a dohányzás kérdése, mondom ezt az Andrásnak, ugye természetesen, tehát a dohányzás kérdésében miért van az, hogy ennyire rosszul állunk az Európai Unióban? Ennyire rosszak a statisztikai adataink. Alkoholfogyasztás kérdésében megint miért állunk ilyen? Nagyon rosszul. Elhízott emberek társadalmi arányában miért állunk ilyen rosszul? Tehát miért ilyen borzasztó rosszak a népegészségügyi mutatóink? Valószínű, hogy tehát az András ugye azt mondja, hogy nem pusztán csak a rossz eredményeink nem abból származnak, hogy mi most hogyan védekeztünk, tehát a kormány, önkormányzatok, stb. Mindent megtette az adott helyzetbe, az egy külön kérdés, hogy erről lehet vitatkozni, mindent megtett, vagy nem tett meg mindent, de hogy van egy felelőssége az embernek is önmaga iránt, van egy felelőssége a társadalomban az egyéneknek is az élet iránt. Én ezt egy nagyon érdekes és nagyon jó gondolatnak tartom. Tehát ez egy nagyon inspiráló és gondolatokban gazdag tanulmány, ami itt megjelenik az András részéről, és nem utolsó sorban ez is mutat új perspektívákat a liberális gondolatnak. Na, summa summarum, én ezt a könyvet nagyon érdekesnek tartom, nagyon jónak, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem a szabadság melletti kiállás az szerintem a napjaink kérdése. Tehát ez egy akut politikai kérdés. Tehát itt nem arról van szó, hogy múltba révedés, persze, hát amikor Deák Ferencről, Tisza Kálmáról, másokról írsz, ugye Erdődi Gábor kedvenc területeiről is, ugye történészként, azok is nagyon érdekesek, és persze egy csomó mai relevanciája van, de hát az egész ügy, ami mellett az András kiáll, tehát a szabadságnak a feltétlen tisztelete, és annak a megmutatása, hogy ez hogyan van jelen napjainkban, szerintem ez egy húsba vágó, égető, aktuális kérdés. Tehát a liberális gondolat az igenis itt van. Itt van, él, itt van köztünk, és lesz is, hozzátenném, azért, mert a... egyáltalán a társadalmi haladásunknak, az értelmes gondolkodásunknak, annak a világnak, amit megszerettünk, fontosnak tartunk, amit védeni akarunk, annak egy fundamentuma. Hát ezért én ezt borzasztóan jónak és hasznosnak tartom ezt a könyvet. Hát, hogy a optimista végkicsengéshez hozzájáruljak, mint már kiderült, mi rendületlenül hiszünk a liberális értékekben és a liberális jövőben. A Budapest kapcsán is
megerősíthetjük ezt a elszántságunkat, és hiszünk Budapestben. Minden probléma, minden kritika, minden történelmi ellentmondás, ami végighúzódik Budapest történetén is, az egyik oldalon. De hát mégiscsak, ahogy András is írja, ez egy hatalmas sikertörténet. A magyar nemzettudat, a magyar nemzeti identitás, a polgári nemzetalkotás egy olyan sikertörténete, amely minden ellentmondásosságával is egy hatalmas dolog. Ez nem csak a múlt, ez a jelen jövőbe is erőt kell, hogy adjon. Hát ha ez így, ez az örökség megvan, ez tovább él, ezt tovább kell éltetni. Nem csökkentve Andrássy igen jelentős érdemeit, de hát az egyesített főváros gondolatát már 1849-ben Szemere is meghirdette, és azért ez már benne élt a közgondolkodásban. Az más kérdés, hogy kinek volt rá ideje, kirendelkezett azokkal az eszközökkel, hogy meg is valósítsa. De ez a Budapest olyan sikereket is fel tudott mutatni, amely sajnálatos módon az egész országra nem volt jellemző. Az asszimilációs képessége, nem csak a budapesti nagyvárosi zsidóság asszimilálódására gondolok, hanem mire András is utal, a szlovák munkások tömegei. Tehát olyan etnikumokat is tudott asszimilálni, amire sajnos a nagy királyi Magyarország nem volt képes országos dimenziókban. És ez is a város ereje, amelynek döntő mozanata, ugye, hogy európai metropoliszá vált, nem egyszerűen csak nagyváros, hanem az európai metropoliszok klubjának egy meghatározó, regionális értelemben mindenképpen az egyik leginkább meghatározó tényezője, amely minden hullámzás, ugye a történelemben állandó hullámzás, nincsenek állandó állapotok, hát Budapest sorsa se volt mindig könnyű. A Horthy korszakban, amikor bűnös városnak kikiáltják, és minden erővel megpróbálják ellehetetleníteni, hát ezt is túlélte, mert egy megfogalmazást idézve, a szervezet nem mehet szembe tartósan a szívével. Hát akármit próbáltak Horkék, meg utána 45 után, stb. Hát Budapestnek van olyan ereje és olyan önmagából táplálkozó és kisugárzó tartása, amely egészen biztos, hogy jelenünkben és hosszú távon is érvényesülni fog. Tehát én a liberális optimizmusom mellett, Budapest mellett is nagyon optimista vagyok. Hát persze, hogy vannak gondok meg bajok, voltak is, lesznek is, de ez olyan érték önmagában, amely képes kezelni, és képes megfelelő korrekciókra is. A kötet kapcsán még csak egy gond, nem húzom ide, amit Gábor is említett, nagyon fontos András kritikai érzéke. Tehát amikor itt perspektívákat rajzol fel, és pozitív példákra hivatkozik, mindig benne van a kritikus megközelítés is. És ez baromi jó, mert az nagyon fontos, hogy fanatizmussal, hittel éljünk dolgokért, és képviseljük, de nagyon fontos az önkritikai képesség. Anélkül nincs egészséges fejlődés és előre menetel. És ez is a kötetnek egy nagyon nagy erénye. Én is nagyon ajánlom olvasásra mindenkinek. Biztos nem csak sokat lehet tanulni belőle, hanem nagyon élvezetes olvasmány. Nagyon jó a stílus, az sem mindegy, hogy mennyire képes az olvasó szórakozni és örömmel olvasni a szöveget, és ez biztos, hogy ilyen élményeket kínál mindenki számára. Köszönöm. Török. Jó, rendben. Esetleg még professzor úr. Csak egy mondat, hogy írni meg ilyesmi. Szóval ennek a maximáját, hogy hogyan kell írni, ezt a D'Alembert fogalmazta meg, francia enciklopédista. Ő azt mondta, hogy egy mondatot úgy kell leírni, hogy az olvasó pusztán a gyönyörűség kedvéért még egyszer elolvassa. Na most én ettől messze vagyok. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy jelen voltak. Még egyszer köszönöm, hogy hozzászóltak ehhez a kötethez. A könyv megvásárolható most jelenleg is, illetve interneten is megrendelhető a Terrorháza webshopján.
Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, illetve még egy kis programajánlóként szeretném figyelmükbe ajánlani egy Budapest kapcsán is, hogy most van egy Budapest 150 című programsorozatunk, ami még egy kicsit jövőre is túl fog nyúlni, és a következő előadásunk november 3-án lesz. Itt Granasztói Péter történész etnográfus fog beszélni, és a Városliget lesz a témája, pontosan a cím, a Paprika Jancsitól, ami kiegérig, szórakozás és térhasználat a Városligetben. Kövessék oldalunkat, Facebook és Instagram felületeinket, hallgassák vissza a podcast csatornánkat, illetve a YouTube-on elérhető előadásainkat is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!